Önkormányzati jelöltjeink azt írták ki a plakátjaikra, hogy előttünk a város, mármint a saját településük, mögöttünk a kormány. Mindegy, ezzel is érzékeltetve azt, hogy jól teszik a helyiek, hogyha olyan emberekre bízzák a település sorsát, akik egy nyelvet beszélnek, egy értékrendet vallanak azokkal, akikre most az ország ilyen nagy többségben az ügyeinek az intézését bízta. Nagy lehetőség ma az, hogy olyan emberek, akik bennülnek a parlamentben, nagyon nagy tapasztalatokkal a mezőgazdaságnak a világában, a földbűnös emberekkel való szótértésben, és egyáltalán azokban a szakmai sikerekben, amiket ő elért itt az elmúlt években a Magyarország gyűlésben, ha azt egy helyi közösségnek a javára lehet fordítani, az egy nagyon nagy dolog. Szentesen is váltani szükséges, váltani kell, itt az ideje, és azt kívánom a választópolgároknak, hogy persze döntsenek bölcsen. Döntsenek úgy, hogy a város érdekeit vegyék figyelembe. A térség gazdaságának fejlesztése érdekében, az agrárium fejlesztése, és egyáltalán az összefogás fontos lenne Szentes életében. Stratégiai gondolkodó, nagy munkabírású, tehát megfelel a személy adottságainál fogva a polgármesternek az én megítélésem szerint. A magyar vidéken akkor lesz változás, hogyha a nemzeti polgári értékek győzedelmeskednek, és a kormányzati összefogásra támaszkodva a vidéki közösségeket erősítve tudunk majd együtt dolgozni azért, hogy a városok, falvak sorsa jobbra forduljon. Jól ismerem a képviselő urat, és csak a legelismerőbb szavakkal tudok róla nyilatkozni. Szentesnek is jó lenne egy igazán kiváló rátermett polgármestert választania, azért is, mert az egyik legszebb reményekkel a 21. századnak nekiinduló település, azt gondolom, Szentes. Szükség van arra, hogy egy olyan szövetséges kormány legyen, amely támogatja a város fejlődését, és Szentes nagyon jó adottságokkal rendelkező település, és szükség van arra, hogy egy olyan városvezetése legyen, amely egyetért a kormány célkitűzéseivel, amely támogatja a kormány célkitűzéseit, mint ahogyan a kormány is tudja támogatni Szentes célkitűzéseit. Szükség van a szentesi katonákra, szükség van Sanyi barátomra, aki remélhetőleg ezt a választást megnyeri, és egy olyan városvezetés lesz, amely partner lesz a honvédelmi kormányzat számára a jövőt illetően.